Sziasztok! Ebben a videónkban a Google Scholarral fogunk foglalkozni. Megnézzük, mi is ez a Scholar pontosan, elmondjuk, mi szükséges ahhoz, hogy lapunk cikkeit indexeltetni tudjuk ezen keresztül. Erre gyakorlati példát is hozunk. Végül pedig átnézzük magának a Google Scholarnak, mint keresőnek a működését. Nézzük meg, mire is jó a Google Scholar. A Google Scholar vagy Google Tudós széleskörű keresést biztosít a tudományos irodalmak körében, ahol számos tudományterület és forrás esetén találhatunk meg cikkeket, disszertációkat, kivonatokat vagy könyveket, az akadémiai kiadóktól az online repozitóriumokon át az egyetemekig. A Google Tudós nagyban elősegítheti az általunk a világhálóra feltöltött tudományos tartalmak hozzáférhetőségét és láthatóságát. Mind a áttekinthető, egyszerű módon tudjuk nyomon követni tudományos tartalmaink idézettségét. Online tudományos tartalmaink szkoláron keresztüli indexeltetése, ez a következő link ad útmutatást. A linken található instrukciók alapvetően három esetre vonatkoznak. Ha egyéni szerzőként, ha egyetemi repozitóriumunk számára, illetve a folyóirat kiadójaként akarjuk tudományos munkáinkat indexeltetni. Mi alapvetően a harmadik kategóriával fogunk foglalkozni, nézzük meg ezt kicsit részletesebben. Itt a leírás, amennyiben kis számú folyóiratot akarunk publikálni, akkor azt javasolja, hogy már létező folyóirat tárhelyszolgáltatást használjunk. Ilyen az Altaipon, a Highwire, az Ingenta, valamint alternatív megoldásként az Open Journal Systems. Ha pedig saját weblapunkat üzemeltetjük, és a hamarosan bemutatásra kerülő példánk pont ilyen, akkor a Google Scholar által előírt feltételeket kell kielégítenünk. Nézzük meg tehát az előírt feltételek lényegi elemeit. A fájformátum HTML vagy PDF formátum lehet, utóbbi esetben figyelnünk kell arra, hogy a szöveget kereshető formátumban tartalmazza. A keresőfelület pedig, mivel az indexeléshez a Google keresőrobotokat használ, tehát automatizált, szükséges, hogy a weblapunkon a keresőfelület néhány elvárásnak megfeleljen. A legfontosabb, hogy minden cikk elérhető legyen a főoldalról. Az indexeléshez szükséges metaadat címkék beállításához szemléletes példát kapunk a következő linken. Ezt a linket már felvillantottuk korábban, menjünk most az indexingre, görgessünk le, és itt láthatjuk a szemléletes példát. Itt gyakorlatilag tételenként elmagyarázza nekünk a Google, mi az, amit szükséges feltüntetnünk amennyiben cikkünk PDF formátumban is elérhető, nagyon fontos, hogy az megjelenjen a metaadatok között. De nézzük meg, gyakorlati példán keresztül tételesen mit is vár el tőlünk a Google metaadatok tekintetében. Egy olyan példát hoztunk, amely már a gyakorlatban indexelve van a szkoláron keresztül. Kérjük le az oldal forrását, ahol a szkolára vonatkozó metaadatokat mutatjuk most be. Ugye láthatjuk, hogy az első a citation title, amelyben a content, vagyis a tartalom természetesen a címe az adott cikknek. A következő az author, ahol a szerzőt kell feltüntetni, itt a vezeték és keresztnév legyen feszővel elválasztva, bár hozzátesszük, hogy a Google a vesző nélkül simán szó is engedélyezi, elfogadhatónak tartja. A publication date a megjelenés dátumára utal, a journal title természetesen folyóiratunk címe, jelen van még az ISSN szám, az évfolyam és a lapszám, a korábban emlegetett PDF URL címe, valamint a kezdő és a záró oldal. A kérdés felmerül azonban, hogy minek a kezdő és záró oldala. Természetesen HTML esetén nem, viszont a feltüntetett PDF-hez igazítottuk a kezdő és a záró oldalt. Amennyiben cikkeink szkolár metadatokkal való ellátása megtörtént, lapunk regisztrációját a Google ide vonatkozó oldalán lehet kérni. Ez a következő linken található. Tekintettel kell azonban lennünk arra, hogy a szkolárkereső keresőrendszerben az újonnan feltett tartalmak körülbelül egy hét alatt válnak elérhetővé. Viszont a már meglévő tételek frissítése esetén ez akár 6-9 hónap is lehet. Most pedig nézzük meg, hogyan is néz ki a Google Scholar, mint kereső. A keresőmezőbe írjuk be azt a cikket, amivel az előbb foglalkoztunk a metaadatok kapcsán. Nagyon hamar meg is találta cikkünket HTML formában, tehát látható, hogy magára a weblapra mutat. Megadhatunk évszámot, de akár egyéni tartományt is arra vonatkozóan, hogy mikortól keresse az adott cikket. A rendezés lehet tehát dátum, de relevancia alapján is. A cikk alatt levő idézetek száma menü informatív lehet, hiszen nyomon tudjuk követni cikkeink aktuális idézettségét. Az idézetek száma mellett levő idézőjelecske fül információt ad magáról a hivatkozásról. Látható, hogy a hivatkozások többféle formátumban is elérhetők. Tulajdonképpen ennyit szerettünk volna elmondani a Google Scholar kapcsán. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, sziasztok!